karácsonyi vásárok régi német hagyományra vezethetőek vissza, amelyek a 19. század vége óta a fényárban úszó forgatagról, gyermekzsivajról szólnak Európa legtöbb városában. Kolozsváron immár régi hagyománya van a főtéren megrendezendő karácsonyi vásároknak, amely minden évben újdonságokkal csalogatja a turistákat és helyi lakosokat egyaránt. Mi az, ami a legjobban tetszik? Hát a gyerekeknek azért van egy csomó változás, korcsolyapálya, meg mindenféle. Megvan eléged a korcsolyapályával? Nem zavarja azt, mondjuk a szobor körül van, hogy sokaknak nem tetszett ez a megoldás? Hát szerintem rendben van. Nem látok semmi gondot ebben, hogy a közepén van. A karácsonyi vásár egyik elmaradhatatlan eleme a mézes kalács, amely a régi klasszikus formákon kívül ma már újdonságokkal, többek között minion alakú mézes kalácsokkal várja a gyerekeket. Kolozsvári vagyok, a Pogácsa meg Boncidai, egy nagyon jó barátom készíti őket. A gyárban együtt dolgoztunk, és kiért, én nyugdíjas vagyok, és segítek neki a zárulásba. Ez a harmadik generáció, aki csinálja a mézes pogácsát, csinálta a nagyanyja, az édesanyja, és most ő. Nagyon jól megy neki, el Istennek, és mi is meg vagyunk elégedve, rendes, ügyes. Az emberek is, a kliensek is meg vannak elégedve, van még egy pár hely, de azért keresik a Boncidai pogácsát. A vásár egyik idei újdonsága a főtér nyugati oldalán kialakított sétáló utca új, elegens házikói, amelyek otthonosabb hangulatukkal várják az érdeklődőket. Saját készítésemet, bőrdolgokat, sapkákat, merrevalókat, szíjakat, papucsokat, subát. Mióta foglalkozik? Én már 83-tól foglalkozom a bőrkészítéssel. Ez az első karácsonyi vásár, vagy már volt máson? Ez a negyedik karácsonyi vásár. Van-e érdeklődés hagyományos öltözékre, illetve kik szoktak vásárolni? Hát a turisták is, a helybérliek is, a néptáncosok is szokták vásárolni. Kolozsváriak is, és turisták. Bár sokunknak a karácsonyi vásár a szórakozásról, forradborozásról, a finomabbnál finomabb termékek kóstolgatásáról szól, a termékeiket a főtéren árusító befektetőknek és kézműves csoportoknak az ünnep kissé árnyaltabb képet mutat. Nagyon érdekes, sok a turista, sok a fiatal, nem hasonlítom össze a magyar napokban, amúgy a magyar napokon mi nem veszünk részt, kollégáink vannak, konkurenciánk mondjunk úgy, de sok nép jár itt is. 5 évre szól a bér, és ezt úgy következik, hogy megbeszéljük, hogy most 5 év vagy 1 év, de ez úgy maradt, hogy ünnepek közt. Szóval még nincs stabil taxa. 5 évre fog szólni szerintem, és következik megbeszélni. A kolozsváriak hogyan viszonyulnak ezek a kézműves tárgyakhoz, művészethez? Hát szerintem van igény, de még úgy nem annyira tiszta, mint máshol. Tehát ugye azért még van egy ilyen jó édes egyveleg, tele van kínaival is, és azért sok helyen még nem tudják ezt megkülönböztetni, de optimizmus az van bennünk, mert már látjuk, hogy azért vannak személyek, akik tényleg ezért jönnek. Ti, akik ugye itt töltitek az ünnepeket, a két ünnep között időt is, ti hogyan ünnepeltek? Hát én idén nem fogom itt tölteni, úgyhogy itt a kollégákat, majd őket hagyom egyedül a házikóban. Mi a tavaly is egyébként az volt, hogy karácsony után Gyergyóba utaztunk, mert a feleségem gyergyói, és ott szoktuk tölteni a karácsony estéje utáni napokat. Tehát 24-én még itt vagyunk. Viszont a tavaly a szilveszter napján is még árultunk, és akkor innen a házikóból néztük meg a tűzijátékot. Az idei vásár újdonságai közé tartozik a Mátyás szoborcsoport körül kialakított korcsolyapálya, amelynek ötlete ugyan felháborodást váltott ki a műemlékvédők körében. A kettős kerítés kialakításával remélhetőleg a szobor is épp maradhat, és a gyerekek is örömmel élvezik majd a karácsonyi forgatagot.